Na hát szeretnénk folytatni így a témánkat, és a mai téma az az elménkért vívott csata. És úgyhogy így a szellemi háborúnak a valóságáról lesz szó, az elménkért milyen harc és milyen csata zajlik, és mindjárt fel fogunk olvasni egy igerészt, oda is tudsz lapozni Efézus 6-hoz, és onnan fogunk felolvasni egy részt. És az én imádságom az, és jól látni benneteket nagyon, az én imádságom az, hogy engedjük magunkhoz közel az Istennek az igéjét, a Szent Szellemet, hogy engedjük azt, hogy tényleg átmosson bennünket, hogy megszólítson bennünket, hogy munkálkodjon, hogy felismeréseket adjon. Jó, úgyhogy, és hogy miközben itt vagyunk, legyünk ő vele közösségben, egy nagyon nyitott szívvel ő felé. Úgyhogy mennyei atyánk, így vagyunk előtted, ezzel a vágya, a nyitottsága, te jó atya vagy, te szeretsz bennünket, te a fiadat adtad értünk, mi a te gyermekeid vagyunk, hozzád tartozunk, a benned való hitáltal, és kérjük most, hogy a te Szent Szellemet tanítson, hogy a te igédnek szabad folyása legyen, hogy mindenfajta zavaró tényezőt csak túl tudjunk lépni, és azt mondani, hogy Uram, szólíts meg, Uram, munkálj rajtam, Uram, jöjj, Uram, látogass meg, és Uram, erre kérünk téged, Jézus fiad nevében. Amen. Efézus 6, a 10-től a 20. versekig, hallgassátok figyelmesen. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derakatokat igazsággal, öltsétek fel a megigazultság páncélját, kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kiolthatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a szellem által. Ebben legyetek éberek minden álhatatossággal és könyörgésekkel az összes szentekért. Értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követségben járok láncok között, hogy bátran hirdessem, amint kell. Arról volt szó eddig, hogy beszéltünk arról, hogy honnan jöttünk, hogy kik vagyunk, hogy mi mindenünk van Jézus Krisztus által, ő vele, ő benne, hogy hit által ezt hogyan tudjuk megragadni, ami már a miénk, és aztán szó volt arról, hogy mi az a három ellenség, akik így el akarnak téríteni, mint egy ilyen gépeltérítő, egy ilyen túszejtő gépeltérítő, el akarnak téríteni az igazságtól. Szó volt erről, hogy így a világ szerinti igazság, ez így el akar vinni Istennek az igazságától, a hústest és a
a bűnök és így az erődítmények, erről is szó volt, és most így a sátánról és a szellemi erőiről van szó ebben az írás részben. És ezeknek az ellenségeknek, ezt így ismerjük, hogy a három ellenség, ezeknek a három ellenségnek tulajdonképpen ugyanaz a céljuk koordinálva, hogy Isten szeretett gyermekeiként, akik vagyunk, először is, hogy ne ismerjük meg az Istent, az atyánkat, hogy ne legyünk tisztába azzal, hogy kik is vagyunk mi valójában, hogy milyen csodálatos, hatalmas örökséget kaptunk, hogy ne éljünk abban a fantasztikus szabadságban, melyre szabaddá lettünk téve Isten gyermekeiként, hanem hogy kötelékek közt. Aztán ezeknek az ellenségeknek a céljuk, hogy ne válhassunk az életünkben mindazzá, akinek Isten, aki Isten formálni akar bennünket, hogy ne teremjünk örökkévaló gyümölcsöket az életünkben. És így a szellemi háború is alapvetően erről szól, hogy ne ismerjük meg az atyát valójában, ne ismerjük meg Isten, ne tudjuk, hogy mink van ő benne, ne tudjunk ebben a szabadságban járni, és hogy ne teremhessen gyümölcs az életünkben, erről szól. És hogy ez a szellemi háború, ez egy nagyon-nagyon valóságos háború, és erről is lesz ma szó, nyisd meg a szíved erre, és engedd be ezeket a gondolatokat. Ez egy nagyon-nagyon valóságos csata, nagyon valóságos háború. Több oldalról próbál, ahogy most így mondtuk, a világ szerinti igazság, így a hústestet, ami nyilván valamilyen módon így belülről jön, és ez a szellemi hadviselés így sok oldalról próbál földbe döngölni, kifárasztani, megtéveszteni, becsapni, meglopni, megrabolni, elvenni a világosságunkat. Tehát, hogy így sok oldalról van, jön ez a támadás. Hogy ha most egy picit így a napi eseményekre nézzük, legyen akár most Izrael, ami ott van a hírekben, ahogy így több oldalról fenik rá a fogukat, és hogy több helyről, északról, a Hezbollah, aztán a Hamas, aztán különböző helyekről jönnek ezek a támadások, vagy ravasságok, vagy fenyegetések, de hogy így nagy a hangzavar. Nem tudom, hogy észlelitek-e, vagy nem tudom, hogy biztos, hogy észlelitek, hogy ne észlelnétek, nem? Hogy nagy a hangzavar, hogy a mi mennyei atyánknak van egy hangja, hogy a jó pásztorunknak van egy hangja, hogy ő csak azt mondja, hogy figyelj rám, legyél velem közösségben, hallgass engem, és akkor pam, 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 így mindenhonnan jön mindenfajta hang és hangzavar, és rengeteg minden jön, van egy ilyen erős szellemi sodrás, egy szellemi háború, rengeteg információ, becsapás, megtévesztés, altatás, csak hogy ismét a nemrég időkre utalva, hogy ahogy a Hamas akár így éveken keresztül tudott készülni, és elaltatta Izraelt, és a védelmi erőket, és a kémelhárítás, az egészet, mert van mögötte egy terv, egy kis altatás, egy kis csicsikájál, egy kis hidd az, hogy nincs háború, hidd az, hogy minden rendben van, és aztán pang. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon valóságos. Igazából a Biblia azt mondja, nem ezekkel a szavakkal, de mindjárt felolvasom milyen szavakkal, meg különböző szavak, hogy hadiállapot van. Így van, tehát, hogy hadiállapot van, és ez történt Izraelben, hogy kihirdették a hadiállapotot, ami ugye más, mint a békének az állapota, vagy amikor nincsen hadiállapot, mert akkor éljük a mindennapi életünket, megveszük a kiflinket, a tejfölünket, belemártjuk, megesszük, így van, és alapvetően más dolgok fontosak, de a hadiállapot az mindent felborít. 1 Péter 5:8 azt mondja, józanok legyetek, vigyázzatok. Ez a hadi állapot. Józanok legyetek. Más fordítás azt mondja, legyetek kiegyensúlyozottak. Így a gondolkodásotokban, a szellemi megközelítésetekben, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Tehát, hogy van egy ellenségünk, itt megfogalmazza, az ördög,
mint ordítor, aztán körbejár, keres, hogy elnyeljen, keres, hogy megvakítson, keres, hogy becsapjon, keres, hogy csőbe húzzon, keres, hogy kárt okozzon, és hogy van egy harckészültség, egy hadiállapot, legyetek józanok, vigyázzatok, legyetek ébren, ébrenlét, ébresztő, vigyázzatok, legyetek józanok. Hogy Sátán, ő megtéveszt, és megtévesztő. Csak gondoljatok arra, és gyertek velem ebbe a Biblia történetében, Mózes első könyvek 3. fejezetében megalkotta Ádámot és Évát, és hogy így mindent a hatalmukba adott, társuralkodóivá tette ezen a földön, ez volt az az állapot, amiben voltunk emberek, társuralkodói Istennek, és aztán jött a kígyó, és ez a szellemi háború, és mit tett? Így becsapta őt, megtévesztette Évát, kísértette, és rávette, hogy Istennek engedetlen legyen, lázadásra vette át, rávette, hogy Isten nélküli életet válasszon, hogy saját magában bízzon, hogy saját feje után járjon, hogy engedetlen és lázadó legyen, és hogy rávette. És hogy ugye olvassuk azt a történetet, és hát egyébként most úgy nincs túl nagy ilyen háborús jelenet ott, nem? Na, de ez a lényege a szellemi háborúnak. Tehát a lényege az, hogy Sátán és a szellemi háború egyáltalán nem egy félelmetes vagy ijesztő dolog. Tehát, hogy nem olyan, mint egy horrorfilm, így van? Vagy nem olyan, mint hogy jönnek ezek a nagy ilyen szörnyű ilyen lények, ilyen félig oroszlán, vagy félig valamilyen undorító, csúnya állat, amit életedben nem láttál, félig egy másik undorító, csúnya állat, amit él, és hogy elborzasz, mint a filmekben, így van, hogy elborzasz, hogy milyen borzalmas ez, nem. Egyáltalán nem. Azért is olyan veszélyes, és azért is annyira megtévesztő, mert egyszerűen csak megpróbál rávenni arra, és ez a szellemi háború, ez a csata az elménkért, hogy saját magunkban bízzunk. Ja, hogy a saját bölcsességembe bízzak. Ja, hogy a saját erőmbe és megoldásaimba bízzak. Ja, hogy ennek aztán persze lesz egy következménye, az engedetlenség. Meg aztán a lázadás, meg aztán így a bűn, meg aztán így a halál, meg aztán így a pusztulás. De hogy ez nem egy olyan, hogy ajtóstól ránk ront valami szörnyű lény, hanem egyszerű kérdésekkel operál Sátán ott, az Édenkertjében. Elménk a csatatér. És fontos az ehhez, és gyertek velem még ide is, erre a gondolatra, hogy Sátán nincs pariba Istennel, jó? Tehát ez fontos megértenünk, meg majd mindjárt még pár dolgot azért hagy mondjak, tehát hogy nem egy súlycsoportról beszélünk, nem hasonlítható Istenhez, egyáltalán nem, tehát nem úgy néz ki, hogy Isten az extra nehéz súlyú boxoló, így van, és Sátán pedig a pehely súlyú boxoló, és hát Isten azért erősebb, de hát még akármilyen ki menetele lehet ennek a csatának. Nem. Sátán teremtett lény, Isten teremtő. Ő teljesen más kategória, és nyilván egy gyenge kép lehet, mondjuk egy hangya, és egy atombomba. Így van ez a kettő közt, egy gyenge kép. De az nem jelenti azt, hogy nem hasonlítható Istennel, ugyanakkor a Biblia ilyen neveket ad az ördögnek, hogy ő, Jézus azt mondta, hogy ő a e világ fejedelme. Hogy 2 Korintus 4:4 e világ Istene. Hogy 1 János 5:19 az, gondolj bele, az egész világ gonoszságban vesztegel. Tehát hogy becsapta, hogy markában tartja, hogy a végzetét, a sorsát
ő irányítja, hogy gonoszságban veszteg el. És ezért jött el Jézus. Pontosan ezért jött el Jézus. Jézus azért jött el, nem azért, hogy bebizonyítsa, hogy Isten nagyobb Sátánnál. Nem. Hanem azért jött el, azért lett emberré. Most jön kari, karácsony, advent. Így van. Azért lett emberré. Pontosan. Hogy emberként legyőzze Sátánt. Egy Mózes 1-ben emberként vesztettük el az előjogunkat, és Máté Evangélium, a Márk, Lukács János emberként Jézus visszaszerzi a jogot a társuralkodásra. És eljön, és 1 János 3:8 azt mondja, hogy azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Kolossé 2:15 lefegyverezve minden fejedelemséget és hatalmasságot. Nyilvánosan pengellére állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Úgyhogy Sátánt Jézus legyőzte, győzelmet vett rajta, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ehhez még mindjárt visszatérünk. Sátán, ahogy munkálkodik, és a szellemi háború az úgy néz ki, hogy egy fő munkálkodás az, hogy gondolatokat ültet az elménkbe, a gondolatunkba, a tudatunkba. Gondolatokat ültet oda. Mindjárt szeretném ezt nektek megmutatni jó pár ige segítségével. De ez nagyon fontos, hogy értsük, hogy miben áll a szellemi háború, és hogy miben nem áll. És majd a végén azt is szeretném elmondani, hogy miért nem kell félnünk egyáltalán, de miért kell készen lenni és ébren lenni. Jó? Tehát gondolatokat ültet a tudatunkba. 1 Krónika 21.1. Nézzétek velem ezt a verset. 1 Krónika 21.1. A Sátán Izrael ellen támadt. Ezt mondja ez az ige. Még ne olvassátok tovább, néhányan csaltok. A Sátán Izrael ellen támadt. Így, hát itt most megállunk, és akkor próbálom vizionálni, hogy milyen is lehetett ez az Izrael elleni támadás. Valószínű, hogy összehívta az egész seregét, ilyen borzalmas, kinézetű, hatalmas lényeket, amik az ember háta is borsózik tőle, és összehívja, és ezek összejönnek, és lobálják a pallosukat, és vért csöpög róla, és most Izrael ellen fog Sátán támadni. De nem. Nézd meg. Sátán Izrael ellen támadt, és felindította Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Oké. Tehát, hogy jött egy kísértés Dávid számára, és a kísértés az volt, hogy ne Istenben bízzon, hanem a saját seregeinek az erejében bízzon. Miért hallgatott Sátánra Dávid? Hát azért, mert nem tudta, hogy Sátán az. Így van, egy gondolat. Dávidnak támadt egy gondolata. Így van, felindította Dávidot. Dávidnak támadt egy gondolata. Megszámlálom Izraelt, megszámlálom a csapataimat. Hogy tisztában legyek vele. És hogyha elolvassa a történetet, maga még Joáb, aki egyébként nem egy szellemileg érzékeny fickó, még ő is inti Dávidot, hogy biztos, hogy ezt kellene tenni. Igen, kell tenni. Van egy jó ötletem, megszámlálom Izraelt. Oké, és jött egy gondolat, és Dávid azt hitte, hogy a saját ötlete volt, de nem gondolta, hogy ez Sátánnak a gondolata, és pontosan ez az ördögnek a megtévesztő munkája, hogy Dávid, számold meg a seregedet. Dávid, tudd meg, hogy mennyien vagytok. Dávid, ne az élő Istenbe vesd a te bizalmadat és a hitedet, hanem abba, hogy mekkora a te sereged, mit tudsz te tenni. Azt mondod, hát ez nem túl félelmetes. Igen, hát ez a lényeg. Ezért olyan veszélyes a szellemi háború, és ezért annyira megtévesztő a szellemi háború. Ezért van az, hogy azt gondoljuk, hogy Csaba, milyen hadi állapotról beszélsz, úgy értem, nem tudom, maximum az inflációt tudom meg, hogy vannak problémák, de milyen hadi állapotról beszélsz?
De hogy igen, mert úgy van kilopva a zsebünkből, most nem a pénz, hanem a szívünkből az öröm, a békesség, az Isten imádat, az Isten szerint valóság, a szellem gyümölcsei, vagy az örökségünk, vagy bármi, a győzelmünk, hogy észre sem vesszük, ki van énekelve a szánkból a sajt. Nem tudom, hogy jól mondtam-e, de ámen. Jó? Tehát János 13:2. Nézzetek még ezt is. Vacsora közben, utolsó vacsoránál vagyunk, amikor az ördög már Iskariótes Júdásnak, Simon fiának szívébe sugta, hogy árulja el őt. Ott van Júdás vacsorakor. Képzeljétek, nem úgy mentem, hogy majd ő egyébként el fogja árulni. Azt tudjuk, hogy Júdás nagyon szerette a pénzt. Tudjuk, hogy ez volt az ő gyengéje. Ez volt az erődítmény az ő életébe, hogy anyagias volt, és hogy lopigatott, oké? Okay? De nem ez a lényeg, mert nem ez vezetett oda, hanem egy szellemi háború, hogy ott ül, és Sátán a fülébe súgja, hogy árulja el Jézust. Jön egy gondolat, és azt gondolta, hogy a saját gondolata. Biztos, hogy azt gondolta, hogy a saját gondolata. Biztos. Egyébként ő nem volt egy olyan értelme, tehát ő a szem, ő nem volt egy gonosz szem, úgy egy ilyen értelme, nem. Fogta, felállt, kiment, elárulta, később rádöbbent, hogy mit tett, így van? Tehát, hogy Sátán becsapta őt, egy gondolatot ültetett a fejébe, amely alapján cselekedett. És aztán mit csinál? Utána, amikor rádöbben, hogy milyen, hogy nem hogy az élete, a világ történelem legnagyobb baklövését követi el, akkor elmegy és felakasztja magát. Ja, egy másik gondolat jön valahonnan, Sátántól. De nem ismeri fel. Nem ismeri fel, és erről is beszélünk. Apcselőt 3, utolsó versünk ebben. Péter pedig azt mondta, itt van nem magyarázom el nagyon a környezetét a versnek, de Anániás és Safira története, amikor adakoznak, és sokan eladják mindenüket, és odaadják az Úrnak, és az apostolok lábaihoz viszik, és aztán ott van Anániás és Safira, az a házaspár, aki azt mondja, hogy mi eladtunk mindent, félretesszük magunknak egy részét, de azt fogjuk mondani, hogy mindet odaadtuk. És megteszik ezt, és Péter azt mondta, Anániás, miért foglalt el a Sátán a szívedet, hogy becsapd a Szent Szellemet, és a föld árából félretegyél. A szövegkörnyezetben nem az volt a baj, hogy félretett, hanem hogy azt mondta, hogy az egészet adta. Oké? Okay. Anániás szinte biztos volt benne, hogy a gondolat, a jó ötlet, amit támadt, az magától volt, vagy megbeszélve a feleségével együtt találták ki, de Sátán gondolata volt az, hogy Anániást a Sátán becsapta. És meghaltak mind a ketten, mert Isten tudta, és persze nem tudjuk, hogy pontosan miért, de Isten valószínűleg tudta, hogy ha a korai gyülekezetben az ördögnek sikerül elérnie, hogy kompromisszumot kössenek a bűnnel az igazság kárára, akkor valamilyen módon a Sátán uralma alá kerül Jézus Krisztus egyháza, hogy Sátán gondolatokat ültet a mi elménkbe is, hogy azt gondoljuk, azok a saját gondolataink, hogy kompromisszumokat kössünk, hogy a bűnnel, hogy engedetlenségbe engedményeket adjunk, hogy a saját útjainkba bízzunk, hogy a büszkeségünket hizlaljuk, hogy a lázadásunkkal ne nézzünk szembe. Aztán olyan gondolatok is, amelyek magunkról vannak, és nagyon sokféle lehet, de hogy haszontalan vagyok, hogy csúnya vagyok, hogy alkalmatlan vagyok, hogy én egy reménytelen eset vagyok, hogy nem vagyok szeretetre méltó, hogy senkinek sem vagyok fontos. És mikor ilyen gondolatokat, vagy ehhez hasonlót találsz magadban sokszor, akár a szádon is kijöve, akkor tudd, hogy szellemi háború, és lehet, hogy tapasztalatoddal úgy érzed, hogy tudod igazolni, hogy ez igaz, de ez hazugság,
ez hazugság, ez szemtelen hazugság. Mert a szellemi háború arról szól, a hazugságról szól, és arról, hogy felismerjük ezt, és aztán az igazságról szól, arról, hogy vannak fegyvereink, az igazság fegyverei. Még három dolgot itt ebben hagy érintsek, Sátánnak a három taktikáját. És már érintettem úgy, hogy gyorsan fogok rajta átmenni, de három taktikája. Az első, az a kísértés. Kísért bűnnel, kísért, hogy elbukjunk, hogy aztán bukva maradjunk, és bűnben maradjunk, és bűnben éljünk, hogy a bűnöket sokasítsuk úgymond az életünkbe. Nézzétek meg Évának a történetét. Hát rávette arra, hogy örömmel és várakozva tegye azt meg, amit Isten nagyon nyilvánvalóan megtiltott. Becsapta őt, így mondja a Biblia, becsapta, megtévesztette. Nézzük meg Dávidot, hogy rávette őt az ő gondolatába, hogy magába bízzon, a saját erébe és ne Istenbe. Nézzük meg Anániás kísértés, rávette őt, hogy kompromisszumot kössön a bűnnel az igazság kárára, és hogy ne Isten világosságába éljen. És rengeteg kísértés van a bűnre az életünkben, kísértés a büszkeségre, az önigazságra, az önhittségre, rengeteg van, és amikor ezeket nem vesszük észre, ezeket az ajtókat megnyitjuk, és utána ezeket az ajtókat nyitva tartjuk ezen a területen, ezen a területen, ezen a területen, ezen a területen, akkor önkéntelenül is becsapottakká válunk, mert Sátán ott be is fog jönni a megtévesztésével, és akkor be fog jönni, nem úgy értem, hogy minket, hívőket tudna birtokolni, mert nem tud birtokolni bennünket, de a hazugságával meg tud kötözni bennünket, és az ő hatását ki tudja terjeszteni ránk, és bejön ezekre a helyekre, és megsötétíti, elveszi a világosságunkat, és csúnyán becsap, elaltat. Éljük az életünket, akkora kiváltságunk vannak, akkora áldásaink vannak, szellemi erőnk van, tekintélyünk van, hatalmunk van, a mennyei atya, ami urunk, annyi minden megy értünk, annyi minden örökségünk van, de egy elnehezedett szívvel, hálátlanként, mint aki meg lett verve, úgy érjük az életünket, mert Sátán a kísértés által a bűn útjára vitt. És ez szellemi háborúról beszélünk. Képzelj el előtted egy futást. Ugye a Biblia sokszor mondja azt, hogy mi hívők, mi egy futópályán vagyunk, egy futóversenyben vagyunk, egy futás az elhívásban való járásunk. És képzeld el, hogy elindulsz futni, és futsz, és hogy tudod, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hír, hogy Isten gyermeke vagy, azok vagyunk, és hogy senki és semmi nem, tehát hogy Sátán nem tudja elzárni az utadat. Ő nem tudja elzárni azt, hogy mindazzá válhassál, akivé Isten akar, hogy bőséges gyümölcsöt teremjél az életedbe, hogy ezt nem tudja, hanem van egy versenypálya. És képzeld el, hogy ez egy ilyen városi futás, két oldalt, ott vannak a házak, 10 emeletes házak sorakoznak, és az ablakból lógnak kifele emberek, és kiabálnak, így van? És kiabálnak a futóknak, és kiabálnak neked, és különböző dolgokat mondanak, és erről szól a szellemi háború. Tehát nem az, hogy fogja és lemegy, és jól megver téged, hanem hogy kiabál. Mit kiabál? Az egyik, amit kiabál, az nyilván kísértő hangok. Hogy hagyd abba, hogy gyere fel, hogy nálam van valami, amit te igazán szeretnél, hogy vonni, kísérteni,
hogy hagyjam abba a futást, hogy ne menjek előre a Jézus Krisztussal, hanem gyere ide és megkapod. Oké, a második, hogyha ugyanennél a képnél maradunk, aztán hogy mész tovább, a másik ilyen kiabálás vagy hangok, azok a vádló hangok. Tehát kísértés, vádlás, ez a másik taktikája. Hogy vádol, és hát hogyha elbuktam, és nyilván Sátánnak így működik a taktikája, kísért, hogy elbukjak, és mikor elbukok, akkor vádol. Így van? Na látod, milyen szerencsétlen vagy. Na látod, te egy másodosztályú keresztény vagy. Nincs is üdvösséged, nem is vagy keresztény. Ha igazi keresztény lennél, akkor nem buknál el. Te kilógsz a sorból, mindenkinek megy, csak neked nem megy ez az egész. Nincsen reménység számodra. Nem is érdemes folytatni, neked ez úgy sem megy. Ülj csak le a patkára, vagy gyere ide fel a harmadik emeletre, és felejtsd el az egészet. Most már úgy sem megy neked, most már ilyen erővel, már engedj is a bűnnek, és menjél a bűnnek az útján. Oké? Tehát, hogy Sátán, Jenések 12:10-ben a mi testvéreink vádolója. Ő vádol, ő éjjel és nappal vádol. Oké? És a harmadik, tehát kísértés, vádlás, a harmadik megtévesztés. Na most, és tudom, hogy ez egy külön kategória is egyben, de hagyj kérdezem ezt, hogy hányan voltatok kísértve múlt héten? Mutassátok, nyújtsátok fel a kezeteket. Kísértve voltatok valamire, oké. Nagyon jó. Többen nem nyújtottátok fel. A hazugság az nem kísértés. Oké. Hagyj kérdezem ezt. Hányan harcoltunk ezen a héten valamilyen módon Sátán vádló szavaival? Oké. Rendben. Hányótokat, vagy hányunkat csapott be ezen a héten Sátán? Oké, van pár, nagyon jó, van pár készenyújtás, az jó. De igazából a harmadikat a legnehezebb észrevenni, nem? Mert amikor kísértve vagyok, azt könnyebb felismerni. Mikor vádló hangok vannak, főleg ha megértem, hogy így működik, akkor azt is könnyebb felismerni. De a megtévesztés, a becsapás az valami, amit nem könnyű felismerni, mert ez a lényeg, azért megtévesztés, mert nem veszem észre. És tűnődöm, hogy mennyit mondjak még, vagy mennyit adjak át, de a lényeg az, hogy a szellemi háború, azt sokszor képzelhetjük el nagyon drámainak, nagyszabásúnak, pedig Sátán nem tehet velünk semmit. De a harc az elménkért folyik. A harc az elménkért folyik. Úgyhogy mi a védelmünk? És hagyj bontsak ki két védelmet, és ezzel fejezem be. Mi a védelmünk? Az első védelmünk az, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos, kulcsfontosságú megértenünk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Ez kulcsfontosságú. Világosan megértenünk, kik vagyunk, milyen szellemi tekintélyünk van, milyen hatalmunk van, mit jelent Isten gyermekének lenni. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon. Az előbb szó volt arról, hogy Jézus jött, hogy emberként lerombolja az ördög munkáját, hogy lefegyverezze a fejedelmeket és a hatalmasságokat. Efézus 1 azt mondja, hogy akkor Jézus feltámadt, akkor olyan név adatott Jézusnak, mely minden név felett való, felette minden fejedelemségnek, hatalmasságnak, erőnek, uraságnak, minden névnek, mely van ebben a világban és az elkövetkezendőben is.
Az atya jobbjára ül mindenek felett. Efézus 1 vége. Efézus 2 pedig arról beszél, hogy mi is ővele lettünk feltámasztva. Ővele lettünk mennyei helyekre ültetve a Krisztusban. Tehát Isten gyermekeként a pozíciód, a pozíciónk az messze minden fejedelemség, minden hatalmasság, minden szellemi erő, minden uraság, minden név felett van, és hogy ez lett adva nekünk, és hogy kaptál egy tekintét, kaptál, benned lakik a Szent Szellem, neke, a tied az Istennek az igéje, amit ha választasz, akkor elmélkedsz rajta, és a Szent Szellem bele fogja írni a szívedbe, amelyet tudsz használni, de hogy van egy olyan tekintélyed, egy olyan hatalmad, egy olyan pozíciód, mely messze felette van Sátánnak, és ez nagyon fontos, ezzel, erről szól alapvetően, amiről beszélgettünk az elmúlt hetekben, vagy két hónapban, hogy fontos, hogy ez a kiinduló pontunk, hogy reggel felkelek, hogy nekem van egy pozícióm, hogy én Isten véren megvásárolt gyermeke vagyok, hogy Sátánnak egyetlen egy vágyát sem kell elfogadnom, hogy elfogadott vagyok, hogy biztonságban vagyok. És ez az annyira fontos, mert különben az egész életünk arról szól, hogy vagy bealszunk, vagy megtévesztettek leszünk, vagy pedig egy ilyen reménytelen küzdelmet folytatunk, így a szellemi háborúban, mert nem tudjuk azt, hogy kik vagyunk. Mert nem tudjuk. Emlékeztek a példára, a főbérlő példájára, aki jön, hogy beszedje az albérleti pénzt, közben már a tied a lakás. Így van? Tehát emlékeztek a rabszolga hajcsár példájára, aki szól, és ismerősen cseng, amit mond, mert már annyiszor hallottam, de többé nem vagy rabszolga. És ez annyira fontos, tehát annyira, ez fontos, ki vagyok én Jézusban, miért jött el Jézus, mit hozott el Jézus, hova állított, mit jelent az, hogy úgymond társ uralkodóvá vált, hogy a Krisztussal együtt mennyei helyeken ülök, és erről volt szó múlt héten is, hogy ezt én hirdessem a szívemnek, ezt én hirdessem az evangéliumot a szívemnek, hogy én szívem hidd ezt el, én szívem halld ezt az igazságot, én szívem fogadd ezt az igazságot, én szívem támaszkodj rá erre, mert a hit az hallásból jön, és a 103. Zsoltár arról beszél, hogy a Zsoltáríró hirdeti az örömhírt az ő szívének, hogy felébressze benne azokat az Isten felé való vágyakat és hálaadást, ami megilleti Istent, és amit az igazság létrehoz. Úgyhogy annyi mindenünk van. Vá! Okay. És ezért nem is kell félnünk egyáltalán. Tehát hallasz most a szellemi háborúról, lehet, hogy az üzenet első részében úgy voltál, hogy fú, Csaba, most nagyon-nagyon beijesztesz, hogy fogok én itt hazamenni, tudod, ezek után. De hogy Sátánban és a démonokban semmi nagy nincs. Csak a szájuk nagy. Krisztusban az életünk felettük van. Sátán azt szeretné, hogy mi féljünk tőle, tartsunk tőle. Nem kell félnünk tőlünk, egyedül Istent kell félnünk. Nem félnünk tőle, hanem Istent félni. Az ő nagyságát csodálni. Megállhatunk Jézusba. Mert ez adatot nekünk, oké? Okay? A második befejezésként használjuk a szellemi fegyverzetet, ami adatot. Nincs más opció, nincs más dolog. Használni. Ma este használni, holnap reggel, holnap délben, holnap délután használni ezt a szellemi. Fegyver forgatóvá válni. Azt mondja Dávid a Zsoltárokból, hogy te tanítottad a kezemet a harcra. Fegyver forgatóvá válni. Ezeket a szellemi fegyvereket. És figyeljetek, most nem fogom kibontani így a szellemi fegyverek garmadáját, ami az Efézus 6-ban fel van sorolva. Csak azt szeretném mondani, hogy ha megvizsgálod a szellemi fegyver, hetet sorol fel ott, az utolsó az imádság, azt gondolom,
és nem csak én, sokan azt gondolják, hogy az is része a szellemi fegyverzetnek, de ezeknek a java része kötődik az igazsághoz, mind kötődik az igazsághoz, de a java része kifejezetten az igazsághoz kötődik. Tehát a szellemi fegyverzetet használni az az, hogy az igazsággal felövezni magunkat, az igazságban megerősíteni a szívünket, az igazságban megalapozódni, az igazságot hinni szív szerint, mutatom a példát, azt mondja, álljatok hát elő, felövezvén magatokat. Ugye azt mondja, hogy az igaz lelkűség öve, legalábbis a Károli azt mondja, oké, van itt görög tudorunk, de aléteja, tehát ez az igaz lelkűség, tehát ez azt jelenti, hogy az igazság öve. Tehát, hogy fogod és felövezed magad az igazsággal, hogy abban az időben ugye meg kellett kötniük magukat, különben szétesett a ruházatuk, mert kellett egy öv. Szétesik az életünk, szétesnek a gondolataink, szétesik a prioritásunk, szétesik az életünk, és becsaphatók vagyunk, ha csak így az Isten igéjének az igazságaival nem kötjük körbe magunkat. De mikor körbe kötjük magunkat, akkor a dolgoknak van észak, van dél, van kelet, van nyugat, van igazság, van meg hazugság, és most felismerhetem a hazugságot, mert ott van az igazság, amiben járok, amin gondolkodok, amit járatok a szívembe, és felkötöm magam az igazság övével. Oké? Hogyha szeretnétek megvágni, felkötöm magam az igazságnak az övével, jó? Tehát fontos kontextusba értelmezni a hallottakat. És azért, mert a szellemi háborúban Sátán hazugságokkal operál, jó? Tehát, hogy már nincsen foga, de hazugságokat mond. És olyat, amit már sokszor hallottunk, ezért nagyon könnyen, ahogy halljuk, most bármilyen legyen, olyan, oké, rendben, már húzódok is a kis sarkomba. De a francokat, dehogy húzódok a sarkomba, dehogy, már bátortanodok is, ásom el magam, adjatok, hol az ásom, fogom az én kis távori ásom, már ásom is magam, ásom magamnak a sírt. Igen, mindig is tudtam, hogy nyomorult vagyok. Most legalább be is bizonyosodott. Igaz. Figyelj, Isten népének valahol a sarkára kell állnia. Különben az egész sajt ki lesz énekelve a szánkból. Különben a Sátán azért jött, hogy lopjon, hogy öljön, hogy pusztítson a rabló, azért jött a tolvaj. János 10. Én pedig azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. Úgyhogy felövezzük magunkat, derekunkat az igazságnak az övével, a megigazultságnak a mellvasával, ott az a szó, megigazultságnak a mellvasa. Mondtam, hogy nem megyek végig az egészen, csak azt mondom, hogy ez az a mellvért. Ez az, hogy meg vagyok igazulva, hogy Krisztus miatt én igaz vagyok, kívül, belül, átmosva egy igaz ember vagyok. Mert mivel működik, mivel operál Sátán? Hát a vádlásokkal, így van, hogy kilövi a nyilait, amelyek eltalálják a szívemet, a bensőmet, és jártam, keltem a napomba, és ki van lőve a nyíla, és hirtelen úgy érzem, hogy legszívesebben elbújnék. Ó, tényleg, jó, elásom magam, tényleg, abba is hagyom ezt a futást. És egy vesztes vagyok, úgyhogy vesztes életet fogok élni ezután. De nem, vedd fel azt a megigazultságnak a mellvasát, vedd fel magadra, kösd jól meg, az a tied, hogy erről beszél, hogy Isten ad, azt mondja a szellemi fegyverzetet, Isten ad, ezt nem mi gyártjuk le a sufniba, oké? Ezt Isten adta az ő népének. De azt mondja, álljatok hát elő. Mit jelent előállni? Azt mondja, előállsz. Katonaság, így van? Úgy mondom, mintha lettem volna katona, jó? Előállsz, és felöltözöd. Igen. Aztán a hit pajzsát, üdvösségsiseket, szellemkarját, mi sem beszélni. Látjuk, hogy ezek javarésze az Isten igazságaihoz kapcsolódik. Száll le a repülő. Kieresztett a kerekeit. Jó? Tehát Sátán kísért, vádol, megtéveszt.
sátánnak sokszor a kísértései, vágyai, megtévesztései nagyon bonyolultak. Ugye ő ravasz, ez több, itt is mondja az ő ravassa, tehát van egy ravassága. Ezt szeretném mondani, a hazugság mindig bonyolult. De az igazság egyszerű. Egyszerű. És hatalmas. Ezek fegyverek. Hatalmas, erős fegyverek. Öleljük magunkhoz ezeket a fegyvereket. Zárjuk a szívünkbe. Most tudom, egy másik képet mondok, de zárjuk a szívünkbe. Hogy az igazsággal vegyük körbe az életünknek a területeit. A szellemben járás által. Mert ezek erőteljesek. Jakab 4:7. Engedelmeskedjetek azért Istennek. Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Nézzétek csak. Nézzétek csak. A leggyengébb szent, aki alárendeli az ő életét Istennek. Engedelmességben. Egyszerűségben. Jó? Tehát nem kell PhD, jó? Tehát nem, ez nem arról szól, hogy jaj, de egy egyszerűségben a szellem által, hogy alárendeli a szívét engedelmességben. És ellenáll az ördögnek, azáltal, hogy engedelmes Istennek, ellenáll az ördögnek, és az ördög elfut tőletek. Nincs hatalma feletted. És hogy figyeljetek, a sötétség az mindig bonyolult. És sötétséget, engedjétek meg ezt a képet, a sötétséget nem kell elhessegetnünk. Jó? Tehát azt akarom ezzel elűznünk. Nem tudjuk. Sötétséggel egy dolgot tudunk csinálni. Felkapcsoljuk a villanyt. Jó? Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy nem kell egy ilyen értemben harcolni a rossz gondolatokkal. Jó? Mutatom a példát. Futunk. Futók vagyunk. Így van? Van egy elhívásunk. Vá! Jézus ott van velünk. A Szent Szellem ott van bennünk. Az igazság. Vá! Futunk. Isten dicsőségére. Csodálatos. És ott vannak a 10 emeletesek. És kiabálás, kísértés. Így van? Vádlás, megtévesztés. Rengeteg különböző hang. És az egyik reakció az lehet az, hogy futok és engedek a hangoknak. Így van? Engedek. Kísértésnek, vádlásnak, meg. És azt mondom, oké, és én most engedek. Egy másik viszont az, hogy küzdök ezekkel a hangokkal. Így van? Azt mondom, hogy én most a hit harcát harcolom, és most küzdök ezekkel a gondolatokkal, küzd. Alapvetően nem erről szól ez. Nem arról szól, hogy kezdjünk el küzdeni minden gondolattal, hanem arról szól, hogy fuss tovább. Engedd ezeket a hangokat, el fognak halkulni. Hagyjad, ez nem az igazság, ez mint a pára el fog vészni minden hazugság. Ennek nincsen valóság alapja, de az igazság az mindig megáll, zárjuk a szívünkbe. Nézzünk Jézusra, legyünk közösségbe vele, járjunk a szellembe, és csak fussunk tovább, és használjuk a szellemnek a fegyvereit, és koncentráljunk az igazságra. Koncentráljunk az igazságra, mert pozíciót kaptunk, és szellemi fegyvereket, és fussunk. Mert tudjátok, nem tudom, hogy próbáltátok-e, de hogyha beleállunk abba, hogy küzdünk ezekkel a különböző dolgokkal, akkor csak kifáradt keresztények leszünk. Kifáradt. Nem kell választ adnunk. Adjunk választ a mennyei atyának, aki szól hozzánk, aki hív minket, aki ott van. Olvassuk el még egyszer a versünket, jó? És aztán imádkozzunk. Efézus 6, 10-től 20-ig. Végezetül legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen,
a sötétség világának urai ellen, a gonoszság szellemei ellen, amelyek az ég magasságában vannak. Ezért vegyétek fel az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok azon a gonosz napon, és mindent legyőzve megállhassatok. Tehát álljatok elő, övezzétek körül derekatokat igazsággal, öltsétek fel a megigazultság páncélját, és kössétek fel a békesség evangéliumának hirdetésére való készség saruját. Mindezekhez vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel a gonosz minden tüzes nyilát kioldhatjátok. Az üdvösség sisakját is vegyétek fel, és a szellem kardját, amely az Isten beszéde. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzatok a szellem által. Ebben legyetek éberek, minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Értem is, hogy adassék nekem szó, hogy ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium titkát, amelyet követségben járok, láncok között, hogy bátran hirdessem, amint kell. Imádkozzunk! Mennyei Atyám, köszönjük a Te igédet és az elhívásodat számunkra. Köszönöm azt, ahogy nagyon nyíltan beszélsz nekünk arról a háborúból, amiben vagyunk. És köszönöm azt, hogy bátorítasz minket, buzdítasz minket, hogy lelket öntesz belénk. Hogy mit jelent az, hogy hozzád tartozunk, hogy Jézus vére megmosott minket. Hogy mit jelent az a szellemi örökség, amely a miénk. Hogy mennyei Atyám, Te lángra kívánod lobbantani a mi szívünket, a mi képzeletünket, a bennünk szunnyadó szellemi kapacitást Te irántad, az igéd iránt, az igazság, a terved iránt, a küldetés iránt, amivel bírunk, mert küldetéssel bírunk. Köszönjük. Mennyi Atyám, kérjük a Te Szent Szellemed munkáját, hogy egyes-egyenként hallottuk a Te igédet, hogy segíts nekünk, hogy mit kezdjünk ezzel. Segíts nekünk, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez a mai nap, a jövő héten, az életünk különböző területein. Hogy tudjunk ebben járni, hogy tudjuk ezt alkalmazni. Igen, Atyám, erre kérünk. És köszönjük ezt a futást, ezt a képet számunkra. Köszönjük a harcnak a képét. És köszönjük azt, hogy Te bennünk vagy. Azt az erőforrást. Atyám, mutasd ezt meg nekünk, mit jelent ez. Mit jelent a bennünk lakó Krisztus? A bennünk lakó Szent Szellem. Köszönjük neked, Jézus nevében. Amen.